Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a Horsebook csatornán. Tudom, hogy egy nap késésben vagyok ezzel a videóval, de semmi kedvem nem volt megcsinálni, és előre szeretném jelezni nektek, hogy unalmas és rövid lesz. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy beszélgessünk egy kicsit erről. Minden hucolós dobozban alapfelszerelésnek tartom a szőrt és a port, de erről most nem fogok nektek beszélni. Van három ilyen CSO márkájú kefém. Ezek a legeslegelső kefém, tehát ezek már tizenvalahány éve megvannak, és imádom őket. Ezen egyébként látszik is, ugyanis nem maradt egy kis golyó sem itt a tetején, teljesen letörtek, illetve már itt oldalt elkezdtek letörni a kis szárak is. De imádom ezt a márkát, és imádom ezeket a keféket. Most, hogyha valaki hasonlót szeretne beszerezni, akkor az Oster márka csinál tök hasonló ilyen kefeszetteket. Itt egy ilyen undorító bárányszőr, amit minden alkalommal vízzel kimosok, aztán kirázom, hogy csak egy kicsit nedves legyen. És ez szokott lenni az utolsó dolog, amit papin használok, ezzel végig megyek rajta, hogy tényleg minden port levegyek edzés előtt róla, és azért szoktam benedvesíteni, mert ugye a vízbe beleragad a por, tehát nem csak úgy paskolom össze-vissza a port a lovon, hanem rendesen össze is szedem ezzel. Tajtékzó, gondolom, hogy erről nem kell mesélnem nektek. Ez itt a kedvenc kefém, ő is egy tizenakárhány éve meglévő kefe. Egy ismerősömé volt egyébként, csak abba hagyta a lovaglást is rám maradt. Ez egy ilyen se nem puha, se nem kemény kefe, ezzel szoktam a legtöbbször takarítani a lovat, és akkor ezelőtt szokott jönni a kedvenc kefém, a Magic Brush, ami egyszerűen mindent lehoz, de tényleg, tehát hogy a fehér zoknikat, illetve a sárga zoknikat is fehérré varázsolja egy pár perc dörzsi után. Úgyhogy ők ketten a kedvenc keféim. Egy drótkefe, ami már nagyon van használva, ezt már biztos nagyon sok videómban láttátok. Ő vele a patát szoktam szép tisztára letakarítani, mert nem szeretem a poros, vagy pedig az ilyen ráragadt, saras patát leolajozni, hanem szeretem, hogyha nagyon szép patika tiszta előtte, úgyhogy ezt a drótkefét ezt erre szoktam használni. És akkor itt van benne három patazsír, egy sárga, ami nyárra való, egy négy évszakos zöld és egy téli fekete. Úgyhogy ez van itt a nagy láda részben. Itt van egy ilyen kis tartószerűség, és ez alatt is vannak dolgok. Ebben itt van az ecset a patazsírhoz. Itt bent tartok egy kis fémfésűt és egy trimmelő kést. Hogyha szeretnétek tudni, hogy hogyan kell trimmelőkéssel sörényt vágni, vagy sörényt trimmelni, akkor írjátok meg a kommentekben, és csinálunk erről is egy videót nektek. Tehát ezek vannak itt, néhány semmire kellő fekete gumi. Ezt becsukom. Ez egy szuper csúcs találmány, ez bogyózáshoz nagyon jó. Egy fésű és egy ilyen hajcsat is egyben, tehát ezzel a fésűvel szoktam kiszámolni, hogy mekkora sörényrészt veszek be egy bogyóba, és a többi sörényt, hogy ne legyen az útban, azt ezzel így félre lehet kapcsolni. Szerintem ez egy rohadt jó találmány, és nagyon olcsó egyébként. Aztán itt a kedvenc kis sűrűágú fésűm, egy dekatlonos sörényvágó olló, egy patakaparó, kaparórész, egy keferész és egy drótkeferésszel, és egy trimmelő olló, ez is egy nagyon érdekes találmány amúgy, ha szeretnétek, hogy legyen trimmelőkéses videó, akkor majd ezt is beleteszem. Így, és akkor itt van még egy ilyen aprócska rész, itt a jó öreg olívaolajunk papinak a fenekére, hidratálásképpen. Babaolaj, amire sajnos allergiás reakciót váltott ki, így, hogy ezt nem fogjuk mostanában használni. Egy kis nyír
ródhadásra való valamilyen szer, még sose használtam egyébként. Egy kis géz, egy szivacs, vazelin. Vazelin nagyon-nagyon fontos, ez bármikor jól jöhet. Egy kis hámosítókrém, amiből már nincsen sok, és egy tonna gumi. Ezeket azért szeretem, mert ezek nehezebben szakadnak, és nagyon jól nyúlnak. Tehát ezek ilyen vastag gumik, és tök jó strapabírók, úgyhogy ezeket jobban szeretem, mint azokat a piciket, amik itt voltak. És ebből van egy gödörről, úgyhogy hál' Istennek spórolni se kell vele. Az egyik kedvenc istáló felszerelésem, egy egyszerű dekatlonos fugalzás, ilyen box zsák, vagy nem is tudom, hogy minek lehet ezt nevezni. Nagyon régóta kerestem, és folyamatosan nem volt elérhető a dekatlonban, se a webáruházban, se pedig konkrét áruházakban. De most már hál' Istennek sikerült beszerezni, úgyhogy ezt is gyorsan bemutatom nektek. Itt az oldal zsebében van mi ez? Sörényfényhez ilyen utántöltős lötyink. A másik oldal. De jó! Tehát a kis incidensünk után szétfolyt a kokó, ne haragudjatok. Itt van a kis szeretett Chevalhoof powderünk, ami rendszeresen itt van, és folyamatosan után töltöm, hogy ne hagy Chevalhoof powder nélkül maradjon a papi. Itt van egy... Itt van egy... ez kicsoda. Itt van egy ilyen alátét szárítószerűség. Tehát erre rá lehet tenni a nyeregalátétet, ami esetleg vizes maradt, és nem akarja az ember visszatenni a szekrénybe. Vagy invédőt lehet rá tenni, tök mindegy, szerintem egy tök hasznos dolog. És akkor itt van a belseje. Ezek a kis zsebek a legérdekesebbek szerintem. Itt van egy fogkefe ehhez a kis szerhez, erről már beszéltem nektek a szabadnapos videóban, hogyha nem láttatok, akkor itt most fent lesz és megtekinthetitek. Tehát ezzel szoktam ecsetelni papinak a csontkinövését. Aztán itt egy kis betadinos szappan, izobetadin. Ez ilyen fertőtlenítő szappan. Egy nagyon nagy hátránya van, hogy borzasztóan kíméletlen a bőrrel, tehát nagyon kiszárítja a lónak a bőrét. Itt egy kis hogy hívják ezt? Milyen púder? Baba popsi púder, vagy nevezzük ezt bárhogyan is. Ezt is egy pucolós videóban, szürkelovas videóban láthattátok már. Itt a sörényfényünk. Itt az aranyat érő pantenol. Ezt minden lovasnak ajánlom, hogy szerezze be, mert ez bármikor jól jöhet, bármilyen sérülés percek alatt rendbe hoz. Aztán itt egy légyspré, és ez ilyen érzékeny bőrű nyomorékoknak van, mint papi, aki mindentől kipattog, meg mindentől baja van. Ez ilyen nagyon kíméletes, természetes anyagokból van, stb. Stb. És egyébként annyira nem is rossz a szaga. Itt egy sampon, ez valami német sampon. Ezt az állatorvosunk ajánlotta, mert semmilyen parfüm, semmi nincs benne, ezt is azért, mert olyan érzékeny a kis mösszű, és semmiféle ilyen parfümöset, színezékeset nem tehetünk rá. És itt egy fertőtlenítő spré. Ezt vissza kell ide imádkozni. Szuper. És akkor ezeket már láthattátok a szekrényemben, csak azóta egy kicsit átpakoltam. Itt van felsli alátét, itt a négy bekontrek, istálókamáslink, egy eszkodrom bokavédő, lényegtelen. Valahol itt van egy kötél is, vagy lehet, hogy nem, mert az bent van. És akkor a fásliaim, sima polár, alátétes gumis, és zseli alátétes polár. Ez pedig egy
szintén egy ilyen természetes olajokból összetett ilyen bőrhidratáló cucc papinak. Úgyhogy aki még nem jött volna rá, borzasztó érzékeny bőre van a lovamnak, és folyamatosan mindenfélével kenegetni kell. Vigyázni kell rá, de egyébként nagyon szeretem. És akkor ennyi volt a szuper ládás videó. Ezt a kis pluszt is beletettem nektek, hogy ne legyen olyan dögunalmas. Remélem, hogy tetszett, és elárulom nektek, hogy jövő héten megyünk az első hivatalos versenyünkre. Ha szeretnétek róla videót, azt is írjátok meg nekem. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek, mi hiányzik a dobozomból, mi az, ami nektek hasznos információ volt ebből, és vasárnap találkozunk egy újabb videóra. Sziasztok!